Nyáron kezdődtek meg a felújítási munkálatok a kőbányai Szent László gimnáziumban. A felújítás anyagi hátterét az önkormányzat és a fenntartó tankerületvezetés biztosította. A gimnázium épülete 1914-15-ben épült, tehát már több mint 100 éve, Lechner Ödön és Vágó József tervei alapján. Mivel az épület már régen épült és nagyobb felújítás az elmúlt években nem történt rajta, így a most folyó munkálatok már ráfértek az épületre. A felújítás részleteiben Lissák Bertalan, az iskola igazgatója engedett bővebb betekintést. A felújítások az elmúlt 10-20 évben nagy felújítás egyáltalán nem volt. Az utolsó nagy felújítás a rekonstrukció volt, de az 40 éve történt, ami a 90-es években befejeződött, úgyhogy azóta nagyobb beruházás egyáltalán nem történt az iskolában. Az épület egy 100 éves épületnek megfelelő állapotban van, természetesen nagyon sok problémával küzdünk. Nagyon kevés volt az az összeg, amit az iskolára tudtak költeni a fenntartói, ezért azok a problémák, amik vannak, azok folyamatosan megvannak, mint az összes többi iskolában. A mostani beruházást részben az önkormányzat, részben pedig a tankerület állta. Ez egy nagyobb volumenű beruházás, ugyanis a főnyomócsöveket kellett kicserélni az alagsori részben, illetve az első földszinti részen futnak ezek a csövek. Ezek nagyon-nagyon rossz állapotban voltuk, tulajdonképpen 10 éve kértük ennek a felújítását és cserét, és ez most megtörtént. Ez körülbelül egy 90 millió forintos beruházásról van szó. Tehát, hogyha ezt nézzük, hogy az elmúlt években, mondjuk elmúlt 10-20 évben egyáltalán nem költöttek ennyit a gimnáziumra, akkor ez egy óriási beruházás. A felújítási munkálatok több mint fele már befejezésre került, és a fennmaradó munkálatok várhatóan októberben elkészülnek. Még folytatódik azzal, hogy a tornacsarnoknak az öltözőit kell felújítani. Az öltözőknek az összes vizes helységét, WC-it, mosdóit, mindent felújítanak, úgyhogy ez is egy nagyon nagy beruházás lesz, és ehhez természetesen a lefolyócsöveknek a cseré is megtörténik, ami szintén kritikus állapotban volt. A felújítás nyáron elkezdődött, tulajdonképpen a nyár két hónapjában végigfolyt, óriási munka, nagyon sok ember dolgozott, de nem tudják befejezni, a megmaradó rész az talán októberre sikerül visszakapnunk az öltözőket a tornacsarnok mellett. A most még folyó felújítási munkálatok okán az iskola életében kisebb változásokat kellett eszközölni, hogy a munkálatok és az iskola élete együttesen tudjon működni. Nyáron sokkal jobb a helyzet, mert akkor ugye üres az épület, akkor csak azt kell biztosítani, hogy megfelelően tudjanak dolgozni. Szeptembertől ugye, amikor elkezdődik a munka, akkor itt úgy mondjuk, hogy a csilláron is a gyerekek lógnak. Ilyenkor már problémát okoz, hogy bizonyos részeket egyáltalán nem tudnak használni, vagy olyan munkálatok vannak, amik porral, zajjal és mindenfajta egyébben járnak, de a jó érdekében természetesen ezeket elviseljük, ha nem is mindig mosolyogva, de nagyon örülünk a dolognak. A kőbányai önkormányzat mindig is figyelemmel kísérte a helyi óvodák és iskolák életét, és igyekszik lehetőségeihez mérten mindig támogatni ezeket az intézményeket. A helyi önkormányzat nagyon támogató, mert nekik ez nem lenne kötelességük most. Tehát a fenntartónak kéne ezt ellátni, de a fenntartónak nincsen rá megfelelő kerete. Az önkormányzat a valós tulajdonos, az önkormányzat erre áldoz, hogy az iskoláit, amik az önkormányzat tulajdonában vannak, de nem ők a használói, mégis támogassa úgy, hogy bizonyos javítások, felújítások meg tudjanak történni. A kőbányai Szent László gimnázium mostani az önkormányzatnak is köszönhető 90 millió forintos felújítása, tehát heteken belül a végére ér, és a diákok újra minden területét kihasználhatják az iskolának.